rövid lovastorna bemutató a honvédelmi táborban. A vármegyében 3 egyhetes turnust szervezett idén a honvédség, ebből 2 lovas tematikájú. Így a nap első felét a lovardában töltik a fiatalok. A lovastábor ugye az úgy működik, hogy amint látjuk is itt a háttérben, a lovasoktatók kezükbe veszik a, ugye, ilyenkor az irányítást, mi katonák csak segítünk itt az önkéntes tartalékosokkal. Maga a tematikáját tekintve ugye mi délelőtt a gyerekeket kiszállítjuk, itt ugye a lovak megismerkednek a lovakkal, hogy is kell ülni rajtuk, hogy is kell őket vezetni a vezetőszáron. Ugye ezek a gyerekek, van olyan, aki még csak most fog ezzel megismerkedni, van, aki már ugye haladó szinten van, és van, aki úgymond már profi szinten, tehát mindenkivel tudnak foglalkozni itt a lovardába. Ez van délelőtt, délután viszont átmegyünk, ugye mivel honvédelmi táborról beszélünk, így átviszünk, beleviszünk egy kis katonaságot is nekik. Például vannak olyan foglalkozások, hogy airsoft lövészet, akadálypályát csináltunk nekik, ebből versenyt. A gyerekek az ország bármely pontjáról érkezhetnek ezekre a turnusokra. Zsombornak ez a 3. honvédelmi tábora, és lovas tapasztalattal is rendelkezik már. Az itt új tapasztalat, hogy így lovaldában nem lovagoltam még sohasem, csak nyílt terepen, erdőben, mert apukámékkal szoktam menni, meg fellépni, mert apukám huszár. Van olyan résztvevő is, aki korábban még nem járt honvédelmi táborban. A katonalétből viszont szeretett volna ízelítőt kapni. 10. vagyok, vagyis hát lassan már 11, és igazából oviskorom óta van ez az érdeklődésem, azt magam sem tudom miért, de amúgy ezt mindig éreztem belülről, hogy én ilyen pályán szeretnék mozogni tovább. A szervezés is katonás. A fiatalok hétfőtől péntekig szigorú napi rend szerint élnek, a reggel 6-os kelés után pedig minden idejük be van osztva. Eddig 4 lovas tematikájú tábort bonyolítottak le Vaján, a visszajelzések pedig nem csak a gyerekek, hanem a szülők részéről is pozitívak. Kapjuk a szülőktől telefonon keresztül, de e-mailen keresztül is nagyon sok visszajelzés, pozitív visszajelzés, hogy a gyerek, hát igen, mivel hogy honvéd táborról beszélünk ismét, ugye ezt fel kell hozzam, megtanult úgymond egy kicsit a rendet. Tehát így ugye mi a napi rendi szinten keltjük őket 6 órakor, 6 óra 5 perckor mennek testemelést, foglalkozásra, ugye ez így fél órába ki is merül minden reggel, egy kis átmozgató testneveléssel, utána napi szinten ugye sorokozó van, sorokozva mennek el reggelizni, ebédelni, vacsorázni. A vármegyében szervezett 3 turnus utolsó helyszíne Nyíregyháza lesz, tematikáját tekintve pedig túlélő tábor várja a résztvevőket. Az ideérkező fiatalok egy hét alatt olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek majd, melyeket a mindennapi életben is tudnak hasznosítani. Ilyen például a terepen való tájékozódás, elsősegélynyújtási és életmentési ismeretek, álcázási és tűzgyújtási technikák, de azt is megtanulhatják majd, hogy mit tegyenek, ha eltévednének az erdőben.